Az Erste Bankliga tabeláján a Szabadfehérvár Alvi 19-nél előkelőbb helyen tanyázó EHC Lives Linz fogadta a fehérváriak. Magabiztosságukat bizonyították a kezdéstől fogva, rendkívül erőteljes, brusztos hokit játszottak az osztrákok. Ettől függetlenül egy saját harmadbeli korongszerzés után Artyom Vasyunin megszerezhette volna a vezetést, de a Pak sajnos lecsúszott az ütőjéről. Ezután viszont már a hazaiak domináltak, egy hatalmas szátoszári védést is már bent láttak, de fél perccel később Petlihi visszatett korongjával Shearer tényleg megszerezte a vezetést. Nem vett vissza az előny tudatában a Black Wings, sőt megmutatták, hogy emberelőnyben nagyon veszélyesek. Lihi majdnem összehozta a második találatot is. A Volem viszont nem volt ennyire acélos emberforban, ekkor is a linciek veszélyeztettek, sőt most is Shearer és Lihi. Fordulás után Mihály Árpád kevergetett a szélen, majd a kapuig is eljutott. A baj nem csak az, hogy nem sikerült egyenlíteni, hanem az is, hogy a Volánnak ez volt az egyetlen lehetősége a második 20 percben. Annál több volt a Linznek. Shearer pedig mindjárt az első komolyabbat gólra is váltotta, amiben talál a Fehérvár finn hálóőrének is van egy kis szerepe. 2-0. Később Mark Szűcs egy az egyben érkezett szátoszári kapujához, szerencsére nem növelte a csapat előnyét, emberelőnyét. A kiállításokkal ma sem lehettek elégedettek Tolvánen tanítványai, Peter is hiába mutatja a játékvezetőknek, hogy ellenfelének eszeágában nem volt állva maradni. Az egyre jobban fáradó vendégeket látva a Linz tovább támadott. A világtól érkezett Darryl Scoville lövése csak centikkel került el a kapu. A védelmi hibák egyre súlyosbodtak Fehérvári oldalon. Ladányi kipasszolt korongja egyenesen Rob Shearernél landolt, aki Szetoszári fölött a rövid felsővel lőtt. Mester 3-as, 3-0. A záró harmadban lényeges eseménynek Ondrejcsik majdnem bunyója számított, a hazaiak eddigre már kiengedtek, közönség szórakoztató játékba kezdtek, nem igazán erőltették a további gólszerzést. Az AV19 persze küzdött a szépítésért, a fiatal sornak volt rá a legnagyobb lehetősége, azonban Sofron István sem tudta bevenni Alex Westlund kapuját, aki így shutout-tal végzett a mai 3-0-ra megnyert találkozó. Vasárnap a Szapafehérvár AV19 Ljubljanában javíthat, ám az sem így érkezik könnyen mérkőzésnek. Mindig nagyon nehéz játszani itt, hiszen jó közönsége jött a Linz, mindig ilyen iramot diktál. Úgyhogy, de ma tényleg megint a szokásos hibáinkat, nagyon sok kiállítást kaptunk. Valamit ki kell találnunk, mert ez nem lesz így jó vég, hogy állandóan ember hátrányban vagyunk. És ez egyértelmű, hogy ilyenkor belövik, ez megbosszulja magát. Nem tudom most hány percünk volt, de legalább volt 10 kiállításunk biztos. Nem tudom, mi, vagy lassabbak vagyunk, vagy fejben, nem tudom, de ennyi kiállítást nem szabad elkövetni, mert így nem fogunk nyerni meccseket, mert állandóan hátrányban leszünk, az fárasztó. Az ellenfél belövi a emberanyagokat, és állandó hátrányba kell játszani. Meg kell találni, nem tudom, ma is mi volt a okasok kiállításra talán, hogy utaztunk, hogy nehéz játszani, nem tudom. De ezt tényleg nem szabad így továbbra, mert ebből soha sok gondunk lesz még. Mindenféleképpen el kell ismernünk, hogy jobb volt a Linz. Az, hogy 3 gólt kaptunk csak ennyi helyzetből, illetve ennyi kapura lövésből, azért nagyban köszönhető a kapusunknak is. De az első harmadban addig nem volt nagyobb gond, amíg el nem kezdődtek a kiállításaink, tehát voltak olyanok, amiket be kellett fújni, illetve meg kellett csinálni. Nem volt fegyelmezetlenség, de a nagy része az már megint abból adódott, hogy esetleg lustábbak voltunk, nem voltunk elég okosak olyan helyzetekben, csináltuk ezeket, ahol nem volt rá szükség, és ezeknek a kivédekezésében elfáradtunk végül is. Az összes gólunkat 5-5-ben kaptuk, egy alkalommal, még az, hogy 3 másodperce múlott, de igen, volt már az 5. játékosunk is. Ennél azért többre számítottunk, volt olyan sorunk, ahol akadozott a játék, így a harmadra egy kicsit alakítottunk az összeállításon, ez valamennyivel úgy gondolom, hogy felhozta a csapatjátékát, így a harmadik harmadban, amikor
egálban játszottunk, akkor azért voltak, akadtak helyzeteink, ugyanúgy, ahogy a mérkőzés elején is. Más lenne a kép természetesen, hogyha ott a, rögtön a mérkőzés elején be tudtuk volna lőni a még bekiáltó helyzetet, nem tudtuk ma ezt meg, ezt sem tudtuk ma megtenni, úgyhogy megérdemelten nyert a Linz, gratulálunk nekik. Tényleg tükörbe kell nézni, mert ennyi kiállítással nem fogunk egyetlen egy meccset se nyerni, illetve nagyon ritkán talán hazai pályán, de így nem lehet jégkorongolni. Tehát az a baj, hogy minden energiánkat fölemészt a védekezés, ugye emberhátrányos védekezés, és valóban fújnak ellenünk könnyebben büntetéseket, de támadó harmadban esélyt sem szabad adni a bíróknak, hogy ezek megtörténjen, úgyhogy ebben mindenféleképpen fejlődnünk kell. Hát az kezdet az elég jó volt, mind a kettő csapat úgy gondolom, hogy teljes erővel jött ki, és nekünk is voltak lehetőségeink, nekik is, de hát utána megint elkezdődött ez a betegségünk, hogy kiállítatjuk magunkat folyamatosan, nem tudom mennyi volt, most is szerintem közel egy harmadnyi 20 perces kiállításunk volt, és ez elveszi az erőnket, aztán nem korizunk velük, tehát ők sokkal többet koriznak, ez látszik is, hogy mekkora helyzeteik vannak, mi meg nem játszunk okosan úgy, ahogy kéne tehát idegen pályán. Szóval ez ilyen egyszerű, hogyha butaságokat csinálunk, kiállíthatjuk magunkat végig az egész meccs alatt, akkor ez lesz. Jubilá nem könnyű, hiszen szinte mindenkit megvernek otthon ők is, de talán tényleg lesz olyan meccsünk már egyszer végre, hogy nem lesz sok kiállításunk, és akkor lövünk mi is gólokat, fel tudunk pörögni. Ez a kulcsa, mert ez az ember hátrányos védekezés nagyon fárasztó, hiszen az állandóan ott vagyunk harmadban, állandóan támadnak minket, az iszonyú nehéz kivédekezni ezeket, és kapusunk is sokkal fáradtabb lesz, hiszen iszonyú sok lövést kap, úgyhogy bízom benne, hogy vagy fel tudunk úgy készülni fejbe, hogy a kiállításokra odafigyelünk, és nem csinálunk ennyi felesleges kiállítást, mert persze vannak, amikor az ember kénytelen, meg sokszor bíró is hibázik, ott egyszer nálam is a karomot kiemeltem a saját cserepadunknál. Igaz, hogy lehet, hogy magasabban volt, mintha lett volna a plexi, de a szabály szerint ott az embert kiállítás, hiszen a cserepadnál ment ki a korong. Úgyhogy ilyenek persze benne vannak, oda-vissza, és mondom, a felesleges kiállításokat kell megszűrni, mert azok nagyon sok van. Sokat szabálytalankodunk a támadó harmadba, ami tényleg felesleges, hiszen egyből ott van a buli, azt megszerzik és fel is állnak. Úgyhogy ha ezeket ki tudjuk küszöbölni, akkor talán nagy beszélünk idegenben, mert így nem sok, hogyha ennyit ilyen fegyelmezetlenül játszunk. Hát mindenféleképpen, minden meccsen több kell lenni, de sokat nem tudunk bánkodni, ki kell elemezni a hibákat, szombaton kell egy jót edzenünk, és fel kell mentálisan készülnünk, mert ha itt ilyen menet mellett sokat gondolkozunk a vereségeken, akkor nagy baj lesz. Hát én úgy gondolom, hogy mindenki érzi, akivel ma probléma volt, avval együtt elemezni fogjuk a mai mérkőzést is. Már most a mérkőzés közben változott valamelyest az összeállítás. Én úgy gondolom, hogy ez is valamennyit rázott a csapat játékán, tehát valamivel összeszedettebben tudtunk utána mozogni. Valószínűleg még alakulni fog, addig van holnap egy tréningünk. Most gyorsan hazamegyünk, próbálunk pihenni egy kicsit, illetve holnap egy olyan edzésen, ahol nagyon elfáradni nem akarunk, de valamennyit mégiscsak kell mozognunk, illetve meg kell beszélnünk egy-két dolgot, és úgy kell indulnunk vasárnap Ljubljanába.